Demcsák Zsuzsa néhány hete közösségi oldalán osztotta meg rapper unokatestvérének számát, és itt vannak velünk Demcsák Zsuzsi, jó reggelt! Jó reggelt! Böröcz Feri, Frenki! Frenki, sziasztok! Jó reggelt! Óriási siker ugye az a videó, amit ugye Zsuzsi megosztott. Igen. Mit jelent számodra maga a rappel és a zene? Azt tudjuk, hogy egyébként Majka példaképet talán, ugye? Jól tudjuk? Így van, Majka is, igen. Majka is. És na tessék, akkor még kik a példaképek? Hát mondhatnék egy párat, például a legnagyobb példaképem Subbase Monster, a Hősök, SM, Deniz, és így igazából így ki is fúj, de talán még, hogyha nagyon akarnék, mondhatnék, de úgy annyira nincsen, ők a legnagyobbak. Érdekes, hogy ugye Vivi mondta, hogy ugye Frenki, viszont Demcsák Zsuzsi ugye úgy apostrofáltéget, hogy Mazsi. Tehát miért vagy te Mazsi Zsuzsinak? Hát mert ez a beceneve, a családon belül. Én vagyok a kicsi Mazsi, igen. De a kicsi Mazsi, aki most már 18 éves, és ugye fölnőtt, de attól még nekem valószínűleg neked maradt Mazsi? Örökre Mazsi és marad. És mondjuk ebben lehet, hogy lesz változás, hogy Mazsi marad. Már csak Frenkinek fogja hívni? Figyelj, olyan ambíciói vannak a fiatalembernek, hogy azt hiszem, hogy ebben kell, hogy legyen változás. Tehát, hogy ő nagyon, egyrészt rettentő értelmes, másrészt pedig hihetetlen dolgokat tud összerakni, ilyen olyanokban valószínűleg se te, se én nem tudnánk hozzászólni, tehát ének, igen, ritmus, tehát hogy ilyen dalszövege, tehát ilyenekben, valószínűleg abban egyikünk sem. De ami mit is ide vehetett szerintem. Amíg azt nem tudjuk, mert még csak most indul majd a duett, majd április másodikától majd meglátjuk, hogy ő hogyan. De hogy neki ez van tehetsége, és nagyon jól összerakja, meg értelme is hozzá. És azt hiszem, hogy ez ilyenfajta tehetségeket kell tudni segíteni, és kell abban segítséget nyújtani, hogy hogyan és miként érvényesüljenek. Pláne, hogy ugye Pécsett éltek, nem a fővárosban, nincsenek olyan lehetőségeik, mint amilyenek esetleg nekünk lehetnek, vagy nekünk voltak. Úgyhogy szerintem ebben mi a fontos segítség, Krisztián. Tessék. Benne van megfogalmazódott. Egy selfie. Egyébként ettől függetlenül szerintem én Mazsi maradok mindenkinek a családban. De szereted a rappet, Zsuzsi? Hát én szeretem, meg a gyerekeim szeretik. Aha. Tehát, hogy az Eminemet hallgatják most folyamatosan, az rapnek számít? Igen, Anna, teljes mértékben. Most ezt hallgatják folyamatosan, úgyhogy mi nagyon szeretjük, meg amikor bármilyen családi összejövetel van, hogy hadd áruljak el egy ilyen titkot, akkor Mazsi, aki Frenki. A Mazsi, aki Frenki. Ő folyamatosan vagy verseket olvas föl, amiket ő költött, vagy pedig rappel. És ez egy ilyen folt, tehát ez egy ilyen fontos pontja a családi összejöveteleknek, akkor, amikor ő elkezd rappelni. De ezeket te szoktad felolvasni állítólag? Tehát igen. Felolvasni, igen, de rappelni ő. Ja, igen, nyilván. Igen. Én azt mondtam, hogy azt mondanál nekünk, hogy a rappnél neked mi a fontosabb, úgymond a dalnak, vagy a rappelésnek a mondani valója? Tehát a szöveg az neked igen, nagyon fontos? Igen, tehát én inkább szövegcentrikus vagyok mindenképpen, illetve a rímekre szeretek nagyon odafigyelni, tehát ilyen egy-két szótagnál több, tehát hosszabb rímeket szoktam írni. Tehát így igazából erre figyelek a legjobban. Mi az, ami inspirál, mi az, amiből táplálkozni szoktál, ha mondjuk egy szöveget kell megalkotnod? Hát más előadók szövegei mindenképp. És a saját élethelyzetedből szoktál hozni mondjuk valamilyen? Tessék? A saját élethelyzetedből, ami mondjuk 18 igen, évesen mondjuk veled kapcsolatban, lehet ez akár tanulás, lehet ez akár csajozás, sportolás, bármi élethelyzet. Mindenből. Vizelabdás. Mindenből. Egyébként a vízilabdáról is írtunk már egyébként, mert hogy ketten csináljuk ezt egy barátommal. Írtunk már a vízilabdához is egy dalt, egyébként nőkről arról mindig lehet írni, meg leginkább az autók, ami most úgy. Nem biztos, aktuális, hogy vállalom az unokatestvérséget, de tényleg, de nem, hát ami. És egyébként nagyon érdekli őt a közélet is, nagyon érdekli a politika is, tehát azzal kapcsolatban is nagyon sokszor meg szokott szólalni, azok is benne vannak a dalszövegekben. Ez mondjuk divatos egyébként a rappereknél is. Igen. Március 15-éről rap dalt írni, az szerintem borzasztó menő. Volt ilyen, igen. Mennyi idő még elkészül neked mondjuk egy szám? Hát leülsz, és akkor a szövegírás az a legrövidebb idő. Tehát tényleg? Pont igen. Az. Hát de mások meg ott otthosolnak el, ott véreznek el. Igen. Itt, hát nem tudom. Nekem úgy van, tehát van, hogy fél évig nem írok semmilyen szöveget, és akkor... Annak mi az oka, csajok?
Hát nem. Az, hogy egyszerűen nincs ihlet. Tehát, hogy így nem tudom, hogy hogy kezdjek el egy első sort, és akkor inkább várok. De hogyha már elkezdtem egy első sort, akkor egy után egy fél órán belül megvan egy két verze körülbelül. Tehát így megy nagyjából. Azért az elég jó. Igen. Mit szóltál, amikor a Zsuzsi megosztotta ezt a klipet? Hát örültem neki, nagyon örültem. Aztán hát igazából azt nem gondoltam, hogy ez lesz a vége, hogy itt kötök ki, de hát... Ja, örültem neki. De miért? Vagy miért? Már annyira nem. Ja, már nem. Most már, hogy így itt ülök, így elvazultam. Ja, majd amikor felállok, akkor lesz. De ez biztonságban, tehát nyilván Zsuzsi is itt ül, tehát nem vagy egyedül. Ja, persze, azért jobban érzem magam, mint hogy egy másik unokatesunknak az esküvőjén most szintén rappelt, oda is írt egy külön dalt. És te ott táncoltál? Én mindig szoktam. Mert ugye a nézők megértek, hogy elhagytad a mokkát, de hát tudjuk, hogy nem hagytad el, hanem csak ugye sihelni voltál, meg kicsit bulizni. Hát, hogy most mégis itt vagy közöttünk, tehát mindenki megnyugodhat. És mi a helyzet a táncol? Hát, hogy szoktál-e táncolni? Mert nekem ez nagyon-nagyon tetszett, tehát hát rövid volt, tehát egy hosszabb verziót majd esetleg... Volt egy hosszabb verzió, azt nem osztanám meg. Szeretném megkérni a szerkesztőket, hogy a Zsuzsinak a telefonját tegyék hát az én öltözőmbe, majd én megosztom. Nem. Van egy 2 perc, 18 másodperces videóm. Osszuk már meg, az én oldalamon, Zsuzsi. Nem, azt mondták, hogy azt inkább nem. De ki mondta? Ott a barátaim. Számít az övék, nagyon szeretném. Nem értenek a tánchoz. Megvágjuk egy kicsit. Vagy nem bíznak benned eléggé, lehet az a barát. Te megnézted, vállalható? Nem, de nem tudom, hogy szabad-e, tehát nem szólok hozzá. Figyelj, Krisztián, neked megmutatom. Na tessék. Csak itt, csak most? Csak itt, csak most. De úgy, hogy nem mutatott a kamera felé. Nem fogom a kamera felé mutatni, viszont azt el tudjuk mondani, ugye, hogy Franky itt akkor most nálunk élőben rappelni fogsz. Így van. Ugye? Mikor a Zsuzsi odaadja nekem a telefont, akkor téged el is engedünk rappelni. Ezt pedig már megmondom, ez nálam van. Tehát nyugodjon meg mindenki, hamarosan kint lesz a közösségi oldalamon. De most Franky zenél nekünk hamarosan. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.